Gyenes Boglárka vagyok, 17 éves tanuló, az Egri Dobó István Gimnázium 11. D-osztályos diákja. Nagyon szeretek olvasni, különösen olyan szép irodalmi alkotásokat, amelyek rengeteg hasznos információt rejtenek történelmünkről, esetleg más népek kultúrájáról. Éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy a magyar emberek ismerjék és értsék meg Katona József főbb művének, a Bánk-bánnak a lényegét, mondani valóját, hiszen ennek a drámának is történelmi alapja van. Nemzeti drámánk esetében romantikus és realista műről is beszélünk, ezért sokféleképpen tudjuk magunkévá tenni a szöveget. Mélységesen igazságtalannak tartom azt, hogy szegény katona nem érhette meg műve sikerét. Ez viszont már az ő személyes tragédiája. Hajdú Bíborka vagyok, Bogi osztálytársa az Egri Dobó István Gimnáziumban. Az irodalom mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben, hiszen ezek a szép irodalmi alkotások betekintést nyújtanak az elmúlt korok életébe. Csodálatosnak tartom, hogy egy-egy író mennyi érzelmet elő tud csalogatni alkotásaink keresztül, akár évtizedek, évszázadokkal később is. A Bánk-bán véleményem szerint egy nagyon fontos és érdekes mű a magyar irodalomban és színháztörténetben. Ez egy örök klasszikus, amit szerintem mindenkinek életében egyszer el kell olvasnia. Én Ivádi Andrea vagyok, szintén az Egri Dobó István Gimnázium 11. D-osztályos diákja. Ha őszinte leszek, a kedvenc tantárgyam a biológia, ám le sem tagadhatnám, hogy olvasni is imádok. Minden műnek van egy különleges, sajátos hatása az emberi lélekre. Éppen ezért van az irodalomnak különleges helye az én életemben is. Bár ezt még gyóntatomnak is csak esküvés alatt nyilatkozhatnám ki. Katona József Bánk-bán című műve igen felkavaró és megdöbbentő lehet, hiszen a szereplők ábrázolása páratlanul mélyreható. Éppen ezért lesz olyan letehetetlen és olyan nagyszerű nemzeti drámánk. Úgy gondolom, Bánknak központi szerepe van ebben a műben, hiszen a mű végén ő mindent elveszít. Néha mindannyian érezhetünk úgy, mint Bánk, hogy jövünk reménytelen, kilátástalan, vagy legalábbis kétséges. Ám Katona alkotása arra biztat minket, hogy jövőképünket bátran formáljuk a legnehezebb időkben is, hogy jövőnk felé bátran forduljunk. Egy művész művein keresztül él tovább. Úgy gondolom, hogy Bánk-bán című mű halhatatlanná tette alkotóját Katona Józsefet, és éppen ezért központi jelentőségű mind a magyar irodalomban, mind pedig a magyar színművészetben. Én Nagy Fruzsina vagyok, és meglepetéssel sajnos nem szolgálhatok én sem, ugyanis az Egri Dobó István Gimnázium 11. D-osztályába járok. A Bánk-bán témája napjainkban is aktuális, hiszen közéleti cselekményszálat és magánéletit egyaránt felelhetünk benne. A műben köntőfalazásnak nyoma sincs, az író lényegre törő. Ami különösen elnyerte a tetszésemet a műben, az az volt, hogy a látszat ellenére nem az idegen gyűlölet áll a középpontjában, hanem a merániak tékozló viselkedésmódja. A mű a mostani generációnak erkölcsi iránymutatásként szolgálhat, ugyanis buzdít minket a hazafiasságra és arra, hogy eltántorítson minket az ott látott erkölcstelen életformáktól. És úgy gondolom, hogy ez lehet az oka annak, hogy a Bánk-bán a magyar irodalomban és színház történetben egy mérföldkő. S hogy ki a fő intrikus, aki nem átallott minket benevezni erre a vetélkedőre? Senki se kéteskedjék, 43 esztendősnél nem több, újdonsult magyar tanárunk, Richter Csaba tanár úr volt az. Kit már magyar tanár a középiskolában is csak Lézengő Richternek hívott. Végszó gyanánt már csak annyit. A teremtésben nincsen győztes, csak mi. Izmosodj meg, gondolat, mi nyerni jöttünk ide.